Nagy csend az ugyanígy egy jó reakció, úgyhogy szépen figyeltek, élvezték, és én nagyon szeretem ezt a mesét, mert ebben játékos szövegek vannak, a locsolóvers, utána az elrontott locsolóvers. Nagyon jó volt a színész, aki hibátlanul felolvasta, úgyhogy jó érzés, megelevenedett számomra is. Szerintem kimeríthetetlen, ahogy egy gyerek is ezer színű, ezerféle dolgot csinál. De most is van új Boribon könyv, itt van nálam, és még lehet, hogy lesz. Itt van Boribon a játszótéren, és még mozog az ember fejében más mese is. Ebben a diafilmben még visszatérve gyönyörűen megcsinálta a diafilmgyár azt, hogy fel van frissítve az egész, egyes kicsit besötétedett képeket, ami a nyomdának nem sikerült, azt így a diafilmen ragyogóvá lehetett változtatni. Ilyen szempontból ez a dia most jobban sikerült, mint a könyv. Tehát annak egy jobb kiadása. Hát nagyon sokban, mert régen szörnyű volt az, hogy ha az ember elrontott a festés közben egy képet, akkor ki kellett vakarni. Volt ugyan olyan, amit úgy hívtak, hogy fedőfesték, de Magyarországon valahogy én sehogy se jutottam hozzá. Egyszer volt külföldről egy ilyen, amikor tempera festékre ráhúzta az ember, és fehérré vált. De ilyet aztán évekig nem találtam, úgyhogy nagyon jó jött a technikai fejlődés olyan szempontból, hogy most már csak meg kell rajzolnom a körvonalakat, és digitálisan ki tudják színezni a képeket, úgyhogy nagyon király dolog. Sokszor valóságból egy kis morzsa, egy mondat egy gyerektől, vagy a saját gyerekkori emlékeimből, vagy csak úgy jön, mint egy áldás az ember fejébe egy gondolat. Hát mindig az, amit még meg sem írtam, úgyhogy a legújabb 18 kötet van már, mindegyikben nagyon bíztam, és a legjobb szerintem az a Boribon és a hét lufi, amit azóta se sikerült felülmúlni, mert az nagyon szép, abban benne van a hét szín, a számok, ahogy a hét elkezd fogyni, a végén eltűnik, és a végén, ahogy a színek a szivárványban visszajönnek. Hát ebben az az édes, hogy a mai vetítésben is a Laszkfi Jánosnak a meséje tetszett rettenetesen, azzal a hófoltról, hát maga az ötlet, hogy a hófolt megszólal, és amikor azt mondja, hogy meglátsz engem az égen, mint felhőt, ez hasonló szép gondolat, és nagyon tetszik nekem, úgyhogy beleszerettem ebbe a mesébe.